Összesen 400-an táncolnak a második Freedance Nemzetközi Táncfesztiválon. A három külföldi és 18 magyar tánccsoport az egy hét alatt ellátogat Dombrádra, Kisvárdára és Nyíregyházára is. A program első állomása Nyírtason, a Nyitva van az Aranykapu rendezvény keretében volt. A fesztiválra román, török és ukrán tánccsoportok, Magyarországról pedig több hagyományőrző együttes is érkezett, de emellett társas és modern tánccal is találkozhatott a tánckedvelő közönség. A mai programunkon körülbelül 250 táncos vesz részt, és megpróbáljuk minden fesztivál napunkat tartalmassá tenni, hogy a néptánc, modern tánc és társas tánc képviselje a táncművészeti ágakat. A mai napon is ez sikerült. Reméljük, hogy nagyon érdekes lesz a program. Nagyon készültek a csoportok, nagyon sok e-mailt kaptunk, mielőtt jöttek a csoportok, hogy mi lenne az, amit mi szeretnénk, mi az elvárásaink. Mi mindig azt mondtuk, hogy saját maguknak feleljenek meg. Nyilván, hogyha a saját tánctípusukban jól dolgoznak, mi annak örülünk, és örömmel látjuk azt, amikor ilyen lelkesen, ilyen jókedvel vesznek részt. A nyírtasi Nyitva van az Aranykapu kulturális programon a tánc mellett a helyi értékekkel is találkozhattak, és a település gasztronómiai különlegességeit is megkóstolhatták a résztvevők. Tavaly már a Kapunyitogató című rendezvényünkkel indítottuk ezt a, hát igazából értékteremtő, értékmegőrző rendezvénysorozatot, és mindenképpen szeretnénk ennek hagyományt teremteni, mert rájöttünk mi nyírtasiak arra, hogy itt mennyi érték található. A fafargásoktól kezdve a festményekig, a kerámiákig, az egyszerű hímzések, a szőttesek, bármi olyan, ami itt érték, és nem ismerik az emberek, még a nyírtasi emberek sem sajnos. Ez a rendezvény ennek a folytatása lenne, és lám, most is vannak kerámiák, most is vannak festmények, és meg annyi érték itt Nyírtason. A rendezvény keretében a református templomban helyi alkotóművészek munkáiból nyílt kiállítás.